Szervusztok, kedves hallgatók! Itt ül velem szemben Szita János, borász, teológus, az Új Hullám legnagyobb hazai szakértője. Baranyai Gergő a vendégünk ma, aki a mai témánknak az egyik avatott hazai szakértője, és egyébként youtuber, videókészítő, kritikus, és még nagyon sok minden más. Kiénekeled a sajtod a számból, hallod? Reméljük, hogy nem fog ez ma megtörténni itt az adásban, hanem én bízom benne, hogy elmés gondolatokkal szólsz majd hozzá a témánkhoz, ami nem más, mint a Bud Spencer, Terence Hill filmek, tehát Mario Girotti és Carlo Pedersoli, illetve fordítva mondtam, filmjei. Rögtön egy szerintem talán a legfontosabb kérdés az egésszel kapcsolatban, hogy ezek az első látásra nagyon gyerekes, gagyinak kinéző, hát vizuálisan semmiképp sem csúcsminőségben rögzített produkciók. Ezek tényleg B-kategóriás szórakozások, vagy esetleg van valami mélyebb mondani valójuk? Ez gyerekeknek egyszerű játéka, amit aztán kinőnek, vagy pedig felnőttekhez szól? Van valami spirituális tartalma? Ti mit gondoltok erről? Én olyan szinten tudom kezelni, mint például a Tom és Jerry-t. A Tom és Jerry is egy olyan dolog, hogy a gyerekek megőrülnek érte. Én is, amikor kicsi voltam, így szabályosan őrült voltam, amikor Tom és Jerry ment a tévében, hogy jaj, de jó, ezt nézhetem. És a Bud Spencerrel is pontosan ugyanígy voltam. Tehát, hogy ilyen, amikor a filmkészítők ilyen egyszerű módszert, egyszerű sémát használnak, akkor arra könnyű így rá hangolódni az embernek. És szerintem az teljesen nyilvánvaló, hogy a Bud Spencer filmek, azok azért olyan népszerűek Magyarországon, amennyire, mert általában egy sémát használt mindegyik, és konkrétan, amikor eltér a sémától, az például kevésbé népszerű egyből. Tehát volt egy, úgy mondanám, hogy volt ezeknek a filmeknek egy evolúciója. Mert úgy kezdődött az egész, hogy voltak a spagetti westernek. A spagetti westernekben azokban nem csoda, hogy elcsattam néha egy-egy pofon. Az egy ilyen megszokott dolog a western filmekben, hogy bunyoló van. És amikor tovább ment a páros, a Bud Spencer, Terence Hill, akkor ezt a bunyózást ezt szépen átmentették a modern világban zajló filmjeikbe, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy van-e valami mélyebb... Erre még visszatérünk a filmek evolúciójára. Igen, tehát hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy van-e valami mélyebb, igenis, meg nem is, én azt mondom. Tehát egy kicsit kutatni kell, de lehet benne találni nagy igazságokat is. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a Tom és Jerryből is megtanulhattad, hogy nem tudom, fontos a barátság, mert ők amellett, hogy ellenfelek voltak, amellett barátok is tudtak lenni, meg egyéb ilyen kisebb dolgok, mert mondjuk a Jerry például összefogott egy másik állattal a Tom ellen, olyan is sok volt. Úgy a Bud Spencer, Terence Hillben is a barátság, mint központi téma, az nagyon ott volt. A közösségre való kiállás az mindig jelen volt, a gyengébbeknek a védelme az mindig központi téma a Bud Spencer filmjeibe. És ugye a Bud Spencerre magára pedig mondhatjuk azt, hogy szerintem ő konkrétan egy mesehős szinte ezekben a filmekben. Mert főleg azokban a filmekben, és itt majd a rendezőkről is lesz szó, amiket a Michel Lupo rendezett, ugye aki nem tudná, ő rendezte a Kid Bulldozernek hívtak című filmet, a Bombajó boxolót, a Sheriff az égből, a Sheriff és az idegenek, meg az Arany és a lyukában, ezeket mind ő rendezte. És ezeken érződik a legjobban az, hogy nagyon építenek rá, hogy a Bud Spencer az nem egy hétköznapi ember, hanem egy ilyen nagyon iszonyat erős állatfigura. Tehát egy másik állatfajta, mint a hétköznap. Tehát ebben például van különbség a Terence, majd aztán Janit is szóhoz engedem jutni mindjárt, befejezésül. Tehát például én úgy vagyok vele, hogy a filmekben nekem mindig a Terence Hill volt kettejük közül az azonosulható, nem csak azért, mert a páros filmekben mindig ő az okosabb, hanem azért is, mert ő a normálisabb testalkatú, nincs annyira kidomborítva, hogy milyen ereje van. Ő egy ilyen hétköznapibb csávó volt mindig a filmekben. És szerintem nem véletlen, hogy amikor közös filmjük van, akkor azért mindig, az én szívem mindig egy kicsit inkább a Terence Hillhez húzott kettőjük közül. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Jani? Vigyelj, először is hagyom, hogy valamit a vizualitásról, mert mondtad, hogy nem túl jó felvett.
Vagy hát ezek hát olyan, nem voltak ezek, nagy költségvetésű filmek. Nem voltak nagy költségvetésű filmek. Én azt gondolom, hogy elég soknál a vizualitás szerintem rendben van. Ezt a szót tudom használni. Tehát, hogy ez fontos, hogy ezek azért profi anyagok, még hogyha látszik is, hogy azért bizonyos költségvetések nincsenek meg, de például a Nyomás utána, vagy a Nincs 2-4 nélkül, ami egy csúcspontja lesz az ő karrierjének. Az a csúcspont, igen. Ott nyilván nagyobb költségvetéssel tudtak dolgozni. Igen, azok szerintem, de akár említhetnénk mondjuk az Aranyos lyukában, mondjuk az Bud Spencer külön, tehát ezek elég jól megfelvett anyagok, van vizualitásuk, van benne díszlet rendesen, és működnek. Meg a zenék is, természetesen. Meg igen, a zenére is, hát, hogy majd a szép tájakon forgattak, én azt még kiemelném, hogy amikor kimentek Amerikába forgatni, például Kolumbiában vették fel az egyiket, meg Miami-be is azt hiszem kimentek, akkor ilyen jó helyeket választottak, meg volt ötlet a vizualitásban, például a papagájukat az több filmben használják, hogy ilyen beszélő papagájuk, és az ilyen jó ötlet. Ilyen a delfineket. Burlesque-szerű vizuális trükkök sok van benne, én azt gondolom. Tehát, hogy a kreativitást nem hiányolom, inkább csak arra utaltam, hogy azért ezek nem azok az árnyalt festői produkciók, mint mondjuk egy Keresztapa vagy az Ötödik pecsét. És mint vagy hogyha az olaszokat... De nem is akar az lenni. Akkor volt egyszer egy vagyunk. Tehát nem az a spagetti westernnek a vizuális világát követi. Egy pillanat, azért a spagetti western, ez szépen kérek mindenkit, hogy ezt ne használjuk. Tehát ez egy tipikus magyar fordulat. Ez tökéletesen jelzi a Kádár rendszerben szocializálódott filmeseknek a teljes fogalmatlanságát a világ filmművészetével kapcsolatban. Tehát ezt az amerikaiak kitalálták, hogy amikor az olaszok is átvették a western műfajt, egyébként sok más műfaj mellett, akkor őket ez sértette, vagy hát nehogy már más megmondja. Kár, hogy jobbakat csináltak, mint az amerikaiak. Igen, és ezért mondta, hát ez spagetti, ez igen, jó, akkor italo western. Jó, tehát az italo westernben mondjuk a volt egyszer egy vadnyugat képi világa, és mondjuk a ezt követően készült ugye nagyon sok italo westernes Terence Hill Bud Spencer film, sőt, ugye a Terence Hill játszik együtt a Harry Fondával is egyébként. A nevem senkiben. Ezeknek a vizualitása szerintem rendesen megcsinált, nem festői, nem az új Picasso-k vannak ott, meg az új Zsigmond Vilmosok, az biztos, de ezek szerintem jó szakmunkák. Tehát ennyit a vizualitásról, és ez szerintem végigvonul az egész pályájukon, hogy a vizualitás úgy rendben van. Mond. Szerintem már... De akkor ez válaszolja a Gergő kérdésére is, hogy kit szeretsz jobban, illetve a fő kérdés az első körben továbbra is az, hogy gyerekeknek vagy felnőtteknek szól, sekélyes szórakozás, vagy van-e valami mélyebb tartalma? Én arra válaszolnék arra a kérdésre elsősorban az, hogy az egész film mes munkáik a Terence Hill Bud Spencernek szerintem, főleg amikor együtt vannak ketten, és már nem az italo westerneket csinálják, hanem ugye elkezdik a modernkorit, a megindőbe jövünk, és megindőbe jövünk, ugye? Vagy különbendőbe jövünk. Én azt mondom, hogy ezek a filmek tulajdonképpen egy nagyon ideális világban játszódó szép mesék, újkori mesék, aminek nagyon erős szeretett nyelve van. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha belegondoltok, hogy a gonoszok sem annyira gonoszak sokszor. Komikusak mindig. Komikusak, és általában szerethetővé válnak. Nagyon kevés gonosz a filmben szinte. Azért van egy-kettő. Tehát van, amikor mondjuk egy-egy gyilkosság. Az már a Piedona filmek. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor ketten elkezdenek... Bűnvadászok? Bűnvadászokban van gyilkosság, de például az És megindőbe jövünk be, vagy a Nyomás utána, vagy nagyon kevés olyan dolog van, ami ott van előttünk a gyilkosság. Legfeljebb mondják, hogy meghalt az ügynök ott a Kolumbiában, meg Amerikában. Jó, ez nyilván igen, de nyilván a halál és a vér például ugye nagyon el van mismásolva. Félre van tolva, nagyon szép. Félre van tolva. Vér például, az És megindőbe jövünk, kincs, ami nincs. A kincs, ami nincsenek a gonoszai. Gondoljatok bele. Hát Bugsy a kalózkapitány konkrétan, igen. Az egyik fő gonosz, a fő gonosz. Bunkó vagy Bugsy. Akiket már jobban sajnálsz a végén, hogy úgy halára vernek, meg össze-vissza vernek, és ezek a veszélyes alakok, akkor ez a világ egy nagyon jó világ, amiben ez játszódik. Tehát ezért mondom, hogy ez a paradicsomi állapotnak egy ilyen
hát nem a tökéletes paradicsom állított, mert azért nem, de hát ott van a szélén, a periférien. Tulajdonképpen meg kell oldani egy-két problémát. Mindig ők megjelennek, és akkor megoldják ezeket a problémákat, úgy, mint a gyerekek, amikor játszanak. Tehát annyira egyszerűen általában, hogy a kincs, ami nincs, gondoljatok. Hát általában kívülről érkeznek bele egy szituációba. Szóval, tehát minden jel arra mutatna, hogy nekik itt azonnal fel kéne adni, és semmi esélyük nincs. Ehhez képest a közeg, amiben megérkeznek, az nem tud mit kezdeni velük. Velük, és a megint a kicsi, ami nincs, pedig nekem nem az a kedvencem, de az egy gyönyörű jelenet, amikor ugye elsüllyed a hajója a Bud Spencernek, oda veszik az egész. Igen. És akkor ott van előttük a sziget, és akkor kiúsztak. És akkor valami ilyesmi a Terence-t, hogy megpróbáljuk. Hát nem csak az olyan messze vagy. Kb. Tehát, hogy ez ilyen gyermek, a gyerekeknek van olyan, hogy ránéznek a térképre, és akkor csak megnézik. Ja, hát az nem egy olyan nagy távolság, mondjuk Szeged és Debrecen. Hát az csak egy ilyen pici, tehát menjünk. Tehát ez szerintem, ez a szeretet nyelv, ami meg ez ami körbeveszi őket, ez a gyermek. Ségnek ezt a pozitívuma, tehát már gyerekség abban is pozitív. Nem, hogy nem. Hát a gyermeki világ az ilyen szempontból naív is, de közben pedig nagyon érzékeny világ, és benne még ugye a jó és rossz nagyon könnyen jól elkülönül. És mint a romantikában. Vannak az angyali ilyen jók, és vannak az ördög ilyen gonoszok. Nem hagyhatjuk ki a romantika szót most sem, úgy néz ki. Igen. Hát a romantikus magyarok azok... Igen. Még szeltékre gondolsz? Az ő romantikus Jókai, Petőfi, igen, tehát Móricz, igen, ezekre gondoltam. Tehát itt a lényeg az, hogy ez a ideális világ, nagyjából egy ideális világ, ahol a jó egy optimista, mindig győz. Optimista, mondjuk, azt a szót nem mondtuk még ki eddig, hogy szemben például a magyar filmiparral, gondoljunk például az Argóra, hogy ami mindig azt hirdetik, vagy a Üvegtigrisre, vagy akár a Zimmer Felire, amik mindig azt hirdetik, hogy ez egy ilyen élhetetlen szemétdomb, ahol mi vagyunk, és egy nagyon rossz életünk van itt. Ezzel a pessimizmussal szemben ezek könnyen befogadható, könnyen emészhető, optimista felütésű filmek. Még akkor is, és itt behoznék egy szempontot, amiről eddig nem beszéltünk, hogy, és az én egyik kedvenc szempontom, hogy figyeljük meg, hogy a Bud Spencer és a Terence Hill a mafiózókat mindig elgyepálják, mindig legyőzik a végére, de a kincset azt mindig vagy lemondanak róla ők maguktól, vagy pedig valamilyen külső hatás miatt elveszítik. Tehát ők maguk sosem úgy ér véget a film, hogy teljes győzelmet aratnak az életben, hogy mindenük meg lesz, hanem éppen ellenkezőleg a kincset azt elveszítik a végén. Ugye a kincsem nincsnek a végén mi történik? Ugye nem tudták, hogy igazi a kincs, és már mire kiderült, hogy igazi, addigra már hoppon maradtak. Kedvenc filmem tőlük a Mindent bele fiúk, ugye annak a vége konkrétan el is hangzik a mondat, hogy miénk a tulajdonjog, csak nem jöhetünk vissza kibányászni a smaragdokat. Tehát magyarul gazdagok vagyunk, csak nincs egy centünk se, mint az öregnek. Tehát ilyen, ez egy aranyköpés szerintem, nagyon jól összefoglalja a legtöbb filmet. Bűnvadászok végén lemondanak, odaadják a kínai családnak azt a pénzt, amit találtak. Tehát, Shirai bekapja. Shirai bekapja az érvényt. Viszont az és megint jövünk be, ugye ott megnyeri a kamiont a végén. De az kárpótlás. Az kárpótlás, és a Shirai, mert ugye elfelejtettem mondani, hogy tud Shiraiul is, én meg Shiraiul tudok, mondja ugye Charlie Filpo, itt használjuk azt a nevét, ugye, amit a filmbeli. Ott viszont ugye az egyháznak, ott az apácának és igen, a csapatának lesz a pénz, ugye. Tehát tulajdonképpen a kincs, ami nincs, ami ugye a címe az, aki barátot talál, az aranyat talál. Azt hiszem valami ilyesmi igen. Az eredeti vagy címe. Mégsem. Vagy mégsem. De ugyanakkor ez várható az ő filmjeiknél, hogy ugye nem lehet teljes diadalt alatni, mert az viszont már az már nagyon naív. Tehát szerintem pont ezt a naivitást kerül. Szerintem itt érkeztünk el oda amire már próbáltam itt célozni, hogy ez egy, ahogy mondtad, és nekem ez nagyon tetszik ez az értelmezés, hogy paradicsomi, optimista, és ideális, a ideális, igen, ideális világ. Na de, hogy épp erről van szó, hogy, és ez adja a pluszt, ezért több, mint egyszerű gyerekesség, és a poénok szintjén is pont ezért nem marad meg a gyerekesség mellett, hanem néha akár durva szavakat is behoz, és akár durvaságok is történnek egy-egy filmben. Szerintem egy-kettőnek drámája is van, komolyabb drámája. Szerintem talán ebben a Bűnvadászok a legerősebb.
Épp az, hogy nem csak az, hogy nem tartják meg a kincset, hanem néha szembe kell nézni azzal, hogy igen, ez a világ nem paradicsomi, de mégis, ők mégis odaadják a kincset a rászok. Tehát ők mégis jó döntést hoznak. És ez valahogy fenntartja az optimizmust. Tehát szerintem ez a lényeg, hogy ők kilépnek ebből az ideális világból, ebből a nagyon ideális világból végül kilépnek, csak jó döntést hoznak a szörnyű világban. És néhány filmjük azért van, ami ilyen szempontból a falig megy, tehát mondjuk a Piedone filmek első két része, és főleg a második, az tényleg a falig megy ebben a tekintetben. De valahogy helyreáll a világrendje, és szerintem itt valami mélyebb van. Én tetszik ez a romantika, amit mondasz, én leginkább őket archetipikus, meg csak nem is folklorisztikus, vagy népmesei figuráknak mondanám, bár az is benne van, tehát azért amikor a kincs, ami nincsben, Bud Spencer összeveri őket, és a ház is leomlik körülöttük, kivétel a tető. Kivétel ami a csak azután esik le, miután igen, ő esik. Az egy nép, de az már posztmodern. Az népmese. Viszont igen. Összességben ezek archetipikusak, és szerintem ezért több a Bud Spencer minden más akciófilmnél, gyerekmesénél, mert egy magasabb tartalmat fog meg az archetipusok révén. Valami, tehát elemelkedik. Én azt gondolom, hogy több ez, mint gyerekmese. Viszont minden pozitívumát birtokolja, amit egy gyerekmesének hát tudnia kell. Hasonlítsd össze a tényleges gyerekmesékkel, például a Disney filmekkel, azokhoz képest a Pirulina filmek tele vannak gyilkolással, kábítószerrel, prostituáltak előkerülnek például a Nincs 2-4 nélkülbe. És én nem csak ott, igen. Eléggé sokszor, de amit én akarok mondani, hogy a filmek, amikor... Szülő elvesztése, bocsánat. Igen. Olyan is van. Igen. Szóval azt is észre kell venni, hogy a filmeknek mi volt az evolúciója, mert az igazán érdekes még, hogy a 70-es évek elején, amikor megjelenik az Ördög jobb és bal keze, az volt az a film, ami az első igazi Bud Spencer Terence Hill film, mert az volt az, ami a párosukra épült, és már ott ki volt dolgozva ez a párosítás, hogy a Terence Hill az így keresi a Bud Spencer társaságát, de a Bud Spencernek az idegeire megy, úgyhogy a Bud Spencer az elmenne onnan, és mindig csak a sors hozza úgy, hogy együtt kell a Terence Hill-el működnie. Tehát ez a... Ugye ott abban a filmben konkrétan testvérek, tehát ott nem nagyon tud elmenni tőle, ott kevésbé, mint más filmekben. Tehát először jött az Ördög jobb és bal keze, mint egy ilyen műfaj alapjait nagyon lefektető film, de az a film, arra inkább mondanám azt, hogy ez egy kalandfilm volt, és nem igazán vígjáték. Azt követte a Mindent bele fiúk, amely már modern környezetben játszódik, ami szintén inkább egy kalandfilm, mint egy vígjáték. Western volt a Mindent bele fiúk az nem Western. Az kalandfilm, de igen. Az Ördög jobb és bal keze az Western. Igen. És szerintem olyan szempontból nem értek egyet, nagyon éles a váltás. Volt néhány korábbi filmjük, amiben szerepeltek, de azok, na az tényleg egy ilyen tömeggyártású Western valami volt a korabeli közönségnek. Viszont ott az Enzo Barboni, vagy angol nevén E.B. Clutcher, aki nekem személyesen talán 13. kedvenc rendezőm. Hát az E.B. Clutcher... Hogy ezt megtudtuk, igen. Ő itt külön gondot fordította arra, hogy itt ne csak két színészt teremtsen, hanem itt, ahogy mondtam, ő teremti meg ezt az archetipust, hogy Bud Spencer és Terence Hill, és hogy együtt, és hogy innentől vicces is legyen. És na ezt akartam most mondani, hogy utána még harmadik film, ami szerintem fontos, az első Piedone film. Az még egy nagyon a földön jár. Az a földön jár, az egy gangster film tulajdonképpen. Thriller. Szerintem, hogyha a Piedone filmeket hasonlítjuk össze, az utolsó kettő, a 3-as és a 4-es, az egyértelműen vicces vígjáték, amiben a Caputo nagyon nagy szerepet kap, aki az első kettőben alig van benne. Viszont a első kettő az úgy komoly, hogy szerintem a kettő a nagyobb kaland egyértelműen, de az egy a földhöz ragadtabb és a kicsit komolyabb hangvételű mindenképpen. Nem, én fordítva érzem. Második sötétebb szerintem. Lehet, hogy te így érzed, én úgy érzem, hogy az első, mivel Olaszországban zajlik, nem utazik el sehova,
és ott a helyi problémát kell megoldani. Ezért én valahogy azt egy kicsit komolyabbnak érzem a kettőből. Mert én úgy érzem, hogy a kettőben abban több volt már az ilyen komikus elem. Gondoljunk például a figurára, aki a reptéren van, és így mindig így kibányásza a zsebedből a dolgokat, és akkor így az egy hülyéskedik. Ugye a kalandossága kisebb, ugye, mert nem utazik. Olaszországban tartózkodik a film végig, ugye? A másodikban kegyetlenebb dolgok történnek, és nem is nem is leplezi le a droghálózatot, csak ott Nápolyban igen, de hiába jut el a... Ázsiában nem, igen, Ázsiában nem. Sőt, ott ő nagyon komoly életveszélybe került többször is, ami az első részben azért nem gondoljuk komolyan, hogy megölhetik, szerintem. Igen, de akkor ez a jó kifejezés, amit akartam mondani, tehát az első az még ilyen földhöz ragadtabb volt, kevésbé volt meseszerű, kevésbé volt kalandos. Uh-huh. Tehát éppen nekem egyébként a második a kedvenc példában egy filmem egyértelmű. Mint mindig a második részek, ugye, Visszajövőben, meg egyéb Indiana Jones. Star Wars. A Birodalom Indiana Szabán. Jones és Die Hard ott nekem inkább a harmadik. Terminátor. Igen. Jó, minden, amit James Cameron rendezett, ott nyilván a második sokkal jobb, mint az első. Igen, de ne térjünk el, az viszont, hogy a váltás mikor jön el itt a kronológiát figyelembe. 74, a megint dühbe jövünk. A különben dühbe jövünk. Különben ezt akartam pontosan én is mondani, különben dühbe jövünk. Nagyon fontos filmük, nem véletlen, hogy az öregek körében ez a legnépszerűbb, mert ez jutott be elsőnek ide, talán az egyik elsőként, és itt volt meg először a Bújtor újréti szinkronpáros. Tehát a különben dühbe jövünk volt az első, amelyik már abszolút nem vette komolyan magát helyenként. Tehát amelyik nagyon átment, és a burlesk verekedések is, azok is itt kezdenek el. Igen, meg a bérgyilkos is, azt a formányokat. A bérgyilkos második része az nem 74-es szintén? Úgy, azt hiszem, igen, azt nem tudom. Tehát ha úgy értitek, hogy ott már abszolút elengedik a realitásokat, valamelyest egyetértek, de szerintem a váltás, ahonnan számíthatjuk ezt, az 72. Mármint a második része. Hogy Bud Spencer, Terence Hill. Az ördög jobb és bal keze egyel kezdődik el az ő valós karrierjük. Valós karrierjük, de maga a filmeknek a miensége az ugye a megint, vagy különben dühbe jövünknél van egyértelműen. Szerintem is. Ahol megjelenik ez a nagyon vagányok vagyunk, az ellenségek azok nagyon hülyék, és nagyon... Hát ez nagyon ördög jobb és bal keze egyel kezdődik, ez, és még viccesek is. De várjál, gondolj vissza arra, hogy az ördög nem, jobb és bal kezében súlytalan volt a főgonosz. A különben dühbe jövünkben a fél játékidő azzal megy el, hogy röhögünk, hogy milyen komikusak a gonoszok. A gonoszok, ugye ott van a Nine állandóan, aki egy világ megváltó figura, ugye, és effektíven... És ilyen mondat hangzik el, hogy én annyira gonosz vagyok, hogy már szinte félek a saját gonoszságomtól. Igen, illetve a bérgyilkost, akit felbérelnek, az is egy nagyon fura... Igen, nagyon fura figura, és nagyon, nagyon jó, és ahogy ők ezt leleplezik, ahogy ők ezt kezelik, az egy ilyen vagány kisfiú, 12-14 éves kisfiú. De miért világa. Az ördög jobb és bal keze egyben ugyanúgy elhívják azt a két... farcú, szótlan bérgyilkost, akik nagyon komoly tekintettel, talán ugyanaz is játssza az egyiket, mint aki a Paganinit, beállnak, és a Terence Hill rongyosra veri őket, és tényleg gatyájuk leszakad, és úgy rohannak. Igen, csak itt a környezet. Azt mondta, 10-ig számol. Fontos, hogy ez egy western környezet, itt pedig már itt vagyunk. Itt vagyunk a mai világban, Madridban játszódik a film. De szerintem ez én értem, de ez egy fejlődési folyamat, de szerintem a váltás az nem 74, tehát a 60-as évek végi film. De nem is, nem is az a jó szó, hogy váltás, ilyen evolúció. Evolúció, ez volt. Progresszió. Ez a jobb kifejezés. És ugyanígy akkor térjünk rá arra is, hogy ebben egyetértettünk Janival előtte, hogy a csúcspont az a Nyomás utána és a Nincs 2-4 nélkül. Ez a kettő film, ez egy ilyen karrier, szinte ilyen karrier összefoglaló volt, mert például a Nyomás utánában megint kifoly a pisztácia, megint beszélnek arról, hogy az egész világ egy hatalmas WC, tehát ilyen visszatérnek a régi poénok is. Igen, meg, hogy már önmagukra is reflektál. Önmagukra is reflektál, meg ilyen poén van, hogy a Ricardo Pizzuti, az a színész, akinek a Bud Spencer két filmben is kiverte egy csomó fogát, az azt mondja, hogy beszéljen, különben kiverjük a fogait, és akkor erre a Bud Spencer csak annyit válaszol, hogy nagyon megbánnák, mert bomba van beépítve a fogsoromban. Igen, abszolút. Én is azt érzem, hogy ez a kettő film, ugye 83-84-ben elérik ők
a csúcsról. Szintén Ibi Klatscherről beszélünk. Igen. Igen, illetve ugye a nyomás után akkoriban ugye a James Bond filmek nagyon mentek a 80-as évekre. Igen, és el is hangzik a mondat. Is készült a 83-ban egyébként. El is hangzik a mondat, hogy ha egyszer James Bond szabadságon van. Tehát igen, pontosan. És ugye ők erre nagyon jól reflektálnak. Az egyik James Bond film, ami akkor készült, ez nem hivatalos, de hát de Sean Connery visszatért. Visszatért Sean Connery, ugye volt egy Roger Moore féle, és ugye van, készült egy Bud Spencer Terence Hill verzió, és a nyomás utána, ugyebár, ami szerintem minden szempontból már nagyon kilép a normalitás, a realitás talajából, tehát ugye a felfele tartott rendőr kezek ugye, úgyhogy meg se fordulnak, hogy ott van a gyilkos vagy sem, vagy aki rájuk tartja a fegyvert, illetve elmegy egy páros ott ugye autóval, és hát nézik, hogy mi van, ilyet még nem láttak, hogy emberek ugye tartják a kezüket felfele. Wilbur tapossa gázt, rá mindig számíthat. Tehát itt ott már egymást érik ugye a realitásból kilépő dolgok. Igen, de szerintem az a szép, hogy itt van ez a nagyon sok gyerekes burlesz dolog, ami önmagában szerintem tényleg gyerekes és sok lenne. Tehát engem zavarna, ha csak ezt látnám, és erre mindig valami durvasággal kizökkentik ezt a burlesszséget, és ennek az egyvelege, ami olyan szép, hogy a szarkazmus és a gyerekesség együtt. Persze, ez nagyon jó meglátás, és hozzátenném azt, hogy a gyomás utának ugye a csúcspontja az, amikor a WC-ben lemennek, és kijutnak a tenger közepén egy hajóra, ott van az, hogy szerintem onnét már mindent szabad, igen. És ugye a fő gonosz... Meg nőt is szabad verni. Igen, hú, ma már ilyet vigyázzunk. De a lényeg az, hogy ott a fő gonosz, aki a világot akarja már birtokolni, és a számokat ki akarja törölni, itt már filozófia is van, ugye, nincsenek számok, akkor mi van? Erre egy sima visszaszámolásnál, amikor ugye precíziós műszerek ezrei végzi egy rakéta kilövést, ugye Terence Hill elkezd hasbeszélni, és megzavarja a zongorázó, mert egyébként valaki ott zongorázó. Hánynál tartunk? A hatnál? Öt uram, igen. Én még hétnél tartok. Igen, de mi együtt vagyunk, számíthat ránk, meg mondja. Szóval szerintem ott elengedték a dolgokat, és na most tényleg csináljunk valami nagyon nagy. Igen, és ez is jó, hogy sokszor a gyerekességben a rajzfilm figurákat már olyan szinten túltolják, madivatos szóval, hogy az már több, mint egy rajzfilm figura, és tulajdonképpen én itt utalok vissza arra, amit mondtál, hogy James Bond paródia, tulajdonképpen minden filmjük, vagy majdnem minden filmjük valamilyen zsánernek a vagy a paródiája, vagy a szatírája. És ebben benne van az, hogy igen, nem pusztán vígjátéki karakterek, hanem már olyan sokáig viszik, már annyira kiforgatják ezeket, hogy annyira karikírozzák, hogy ez is egy ilyen plusz ízt ad hozzá, hogy én ennyire kifordított figurákat még talán nem is láttam. Hogy mondjak még valamit, ami szerintem nagyon tetszik a gyerekeknek, főleg a kisfiúknak. Most van ugye egy 10 éves fiam, és ő is nagyon szereti a Bud Spencer Terence filmeket. Szerintem ami nagyon tetszik nekik ebben, az, hogy ez a két figura... És Bodónak hívják. Nem, Bendegúznak hívják, nem Bodónak, Jézusom. Az, hogy ez a két figura például a szerelemmel, mint olyannal, tehát szerelmi problémák, fájdalmak, ezzel azért úgy igazándiból nem küzdenek meg soha, tehát ez például egy tipikus 10-12 évesnek ez még ugye nagyon bejön, mert még ez az a korszak, amikor a szerelemmel, mint olyannal, ugye a fiúk nem igazán foglalkoznak, ez még egy ilyen... Maximum annyi van benne. Magány korszak, ugye. Annyi van benne, hogy itt csajok, de mi nem mélyülünk el benne. De nem mélyülünk el benne, ők sem mélyülnek el, sosincsen szerelmi problémájuk. Hát a zsugabubus azért elmélyült. A zsugabubus, de a Terence Hill abban sem, hogy úgy mondjam, rosszul érzi magát, tehát fájdalmai vannak. Könnyezik, igen. De nem, például nem nagyon látjuk őket szexuális helyzetekben. Nem. A csók az a maximum, ugye? És ezt is szeretik a fiúk, hogy ezek a szereplők nem ilyen kivetköznek önmagukból, meg nem tudom miket csinálnak, mint modernista filmekben, vagy akár nagyon erotikus filmekben. Tehát ez
tetszik a 10-12 éves fiúknak, és ez a vagányság, amit egyébként csak annyi különbséget érzek, hogy ők azért nem 12 évesek, mert külsőleg nem annak néznek ki. De szerintem... Hát meg erős. Igen. Több a tapasztalatuk, meg erősebbek. De alapvetően, ahogy hozzáállnak a dolgokhoz, akár itt a nyomás után át lehetne mindig említeni, amikor úgy belekeverednek egy világméretű problémába, és hát igazándiból olyan, mint tapsi-hapsi, és ugye ezt a Gergő nagyon jót, hogy a tapsi-hapsi figura Terenci, tulajdonképpen minden lepereg róluk, mert mindenben a legjobbat csinálják, és a legjobb megoldásokat választják, szinte zsenik. Ezt ne felejtsük el. Szinte zsenik. Főleg a Terenci figura, ő nagyon közel van, és megint időben jövünk benne ugye a zseni kategóriához, hiszen mindenben győz, mindenben zseniális, és még azt a poént is ugye megcsinálja, az kedvenc poén, ugye, hogy több narancslét tudok meginni fogadni, jaj, mint amennyit te ki tudsz facsarni. Erre szegény Bob, mert ő a falatozó vezetője, nagy erőkkel kimeri, ugye vagy kifacsarja a narancslét, és utána nagyon örül, hogy megnyerte a fogadást. Mert nyert 5 centet, de 10 cent volt egy narancslét, de 10-et legalább odaadott ugye a Terenciének. Úgyhogy Tegyük hozzá, hogy itt a jóságuk megint előtérbe kerül, mert a végén a Terenci, hogy kifizeti. Ugye igen. Egy pár jelentel később nyer egy csomó pénzt az egyik gépben, és odaadja a narancslelkét. Bocsánat, de ne felejtsd el, hogy a Charlie Philpo hatására, igen, mert egyébként magától nem tenné meg. Hát figyelj, a nyomás után a elején is mondja, hogy a vendégem vagy, aztán elrakja a pénzt, és miután halljuk, hogy a rádióban ugye halljuk, hogy nem tudom hány napon túlgyógyuló sérüléseket okozott, két állítólag ketten voltak, de a rendőrök arra gyanak, hogy teljes csapat, és Terence Hill megszólal, hogy durva egy világban élünk, én mondom. Én itt rátérnék arra, hogy az aranyköpések, tehát annyi aranyköpések, szerintem nagyon jó a szövegkönyv is, nagyon sokszor ez a nyomás után elmaradva, hogyha nem bocsolod le a szirénát, akkor az egyik holttestet tényleg meg fogják találni. Igen, meg nehéz. Ez tetszik, hogy olyan mondatok, amiket Tarantino is használna, néhány ilyen mondatot beletesznek a tapsi-hapsi humor mellé, és a kettő együtt. Ez valami zseniális. Szerintem az is zseniális, hogy szinte a nyomás után ott tényleg már ezek így jönnek egymás után, amikor ugye... Egyébként Tarantino nagyon szereti a filmeket, csak zárójel. Várjál, muszáj mondanom, Tarantino annyira szereti a filmjeiket, hogy konkrétan a Django elszabadul végén, ott beteszi a zenét a végén, az ördög jobb és bal kezének a zenéjét beteszi. Igen. Igen. Még annyit, hogy ugye itt is ugye a Terence Hill, Bud Spencer aranyköpések, mennek az autóba, és ugye mondja a Bud Spencer, hogy ő egyedül szeret lenni, csinálni. Nem, hogy a saját tükörképemet se bírom elviselni, és mondja a Terence Hill, hogy igen, ezt azért nem, ezen nem csodálkozom. Tehát, hogy meg pár perccel később, hogy ha hány ingered van, akkor itt van a hány zacskó. Ha nem nézek rád, nem lesz hány ingered. Hát, hogy a Nincs 2-4 nélkülben, amikor mondják, milyen jó, hogy megtaláltak minket, mert hogyha nem szerződtetnek minket, akkor még mindig ugyanott lennénk, mint eddig. Én fenn az egekben repülnék, te pedig a kukákban kotorásznál. Igen, illetve, hogy aranyköpések, és itt még erre is agyutaljak, hogy ez a bátorság dolog, ugye a Terence Hill az és megint bejövünkbe egyáltalán nem tud kártyázni, ugye? De ő, az elején. Ezt nem azt tudjuk, hogy hülyének tetteti magát. Igen, de totál de nem vér profi még az elején. Nem vér profi. A Bud Spencer tanítja meg. Mert ő zseniális, hiszen őt pillanatok alatt mindenre meg lehet tanítani. És viszont, rögtön algoritmikusan kiszámolja. Viszont az a bátorság tetszik szerintem nagyon a gyerekeknek is, mert olyan, hogy valaki van pofája beülni kártyázni ott ugye a kamion, meg kint ugye alszik benne a Charlie. Hát meg, hogy bármire képes vagyok, bármit megtanulhatok még az egész világ előtt. Pontosan, és itt is van egy aranyköpés, amikor ugye poénkodik a görögnél az asztalnál, és akkor erre is ugye azt mondja a görög, nem szeretem a poénkodást, a viccelődést az asztalnál, nem baj, nem sértődöm meg. Tehát, hát ott egy tucat van, az igen. A minden nap egy alma és a doktor alma. Alma. Meg, igen, tehát azt hiszem, ezt lehetne sorolni, tehát ilyen szempontból is alapvetően azt kell, hogy mondjuk ezekre a filmekre. Utána azért, amikor felveszi azt ugye idióta módon, ilyen hatalmas zsákokkal járkál, ott, és a hajón, amikor kimegy pisilni, akkor beleteszi az almákat, a pénzt, meg mindent a zsákba, és hurcibálja magával, és azért közben mondja, nem mintha nem bíznék meg benne. Igen, de alapvetően, ahogy így most ezeket hozzuk elő, ezeket a sok poént, tulajdonképpen Magyarországon
az egyik legnépszerűbb ez a sorozat, bocsánat, tehát ez a páros, és igen. Tulajdonképpen itt már én ugye kronológiailag, amikor mentünk, akkor azt mondtam, hogy a 74-es a váltás, de mindenképpen az 1974-es különben bejövünk, a siker kezdete Magyarországon, az biztos. Az biztos, igen. Tehát azzal robbantak be, jó magam is azt láttam először, mert már a tévé valamikor 81-2-ben adta a filmet, tehát azzal ők berobbantak, és tulajdonképpen itt Magyarországon ezt azért lássuk be, nagyon nem lehetett azóta se kiírtani. Tehát, hogy tovább népszerek, most már 40 a kereskedelmi tévék, éve. A kereskedelmi tévék, azok rommá adják ezeket a filmeket. Minden szilveszterkor van Buster Szentelezi. Igen. Minden szilveszterkor, ha bekapcsolom a tévét, szerintem nem telik el úgy két nap, hogy valamelyik csatorna ne adná az egyik Buster Terence filmet. Hogy ez a fajta hozzáállásuk, ez így kicsit ilyen csapdába ejtette a magyar néplelket, hogy ilyen nagyon könnyű azonosulni. Na, szerintetek mi ennek az oka? Nekem erre van egy megfejtésem, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hát szerintem azért, mert viszonylag kevés erőszak van benne, és ami van, az sem hangsúlyos vagy komikus. Ilyen könnyen befogadható, tehát mit tudom én, egy 60-70 éves ember, aki mit tudom én már járt, mit tudom én a vietnámi háborúban, az inkább néz meg egy ilyet, mint néz meg egy Tarantino filmet mondjuk. Vagy egy Nolan filmet. Így van. Figyelj, szerintem egyrészt kimondtál egy fontos dolgot, hogy ha megnézzük a magyar történelmet, nagyon sok minden van benne, de az látszik, hogy a fizikai erőszakot, főleg a környező népekkel vagy nagy országokkal összehasonlítva, a magyarok soha nem szerették. Tehát ahol lehetett, kerültük az erőszakot, és amikor a történelmünkben valami erőszakos cselekmény történt, akkor az mindig ilyen fekete pontként és sokként maradt meg a magyar emlékezetben. Tehát ennek szerintem biztos szerepe van, hogy valahogy kulturálisan nálunk így alakult ki, hogy a fizikai erőszakot nagyon megvetjük és traumaként éljük meg. Viszont a másik... Hát azért a Tom és Jerryben annyira nem. De most én arról beszélek, hogy a Értem, csak az erőszak az lehet komoly is, meg lehet humoros is. Tehát nyilván sok erőszak van a Bud Spencer filmekben, de komikusak. Tehát hogy én most arra gondolok, hogy nem véres. Mindig tehát, komikusak. Igen. Vér az nincsen. Vér az nincs, azt nagyon kerülik. Azt kerülik. És a másik... És általában a lőfegyvereket is kerülik, teszem mindig, hozzá. Mindig kírtják a lőfegyvert. Mindig valahogy megszabadulnak a puskától. Kivétel, ha azt kell bemutatni, hogy mesterlövészek. De azt is komikus módon, hogy elsőre mindenkit leszednek, és mindent eltalálnak, akkor lehet benne fegyver. Minden más módon, valamilyen úton, módon első. Tehát kedvencem ebből, hogy a sheriff és az idegenekben a Buster oda megy a vilámparki mágneshez, megnyomja a gombot, és akkor összesen ő kezéből így kivonza a revolvert, és akkor ezzel megvan oldva. Minden esetben a fegyvert kivonják a forgalomból, és úgy utána indul a verekedés. Most ezt muszáj kimondanom, a nyomás utánában a Dr. Spider úgy üdvözli őket a hajón, hogy van egy csomó puskájuk, amivel sokba tartják őket. A film végén, utána miután kiderül, hogy nem sikerült a számokat kiitatni, akkor hova lettek azok a puskák? Mert igen. És nyomuk nincsen. Nyomuk nincsen, igen. A néplélekről, hogy a magyar népléleknek miért nem jön be, én azt mondanám, hogy szerintem elsősorban azért, mert a legtávolabb esik a magyar néplélektől a Buster Szentelezi filmek lelkülete, kivéve egy dologban, a csibészségben vagy az okosságban, minden másban totál más a magyar. Tehát ez a hozzáállás, ez az egész világhoz való működés, a Terence Hill, Bud Spencer, a lazaság, a zabálás, a kaja, ugye minden igen, az is, esetben, az, is fontos, meg, az egy megnyugtat, akkor rendben van, minden, nincs gond. Hát ez nagyon magyar szerintem. Hát én a magyar az egy szerintem egy gyomorrákos nemzet, ilyen szempontból, illetve én azt látom, a magyaroknak ez azért jön be, mert ez nagyon távol esik tőle. Ez kb. Olyan, amikor elmegy az ember nyaralni Görögországba, és akkor rájön, hogy így kéne élni, de tudom, hogy így nem tudunk, mert szerintem a görögök nagyon mások. Valamelyest egyetértek, de egyrészt az a szabálykerülés, kiskapuzás, az, hogy ugye Piedone hogy rak igazságot. Úgy, hogy azért, amikor sétál a piacon, és ott a néni engedély nélkül árulja a cigit, akkor oda szól, hogy figyelj, jó lenne, ha eltennéd, mert jönnek a fináncok. Na ez egy nagyon magyar dolog szerintem.
Vagy rögtön a legelső Piedone főjelenet, hogy a tetőn verekszik azzal a fekete emberrel, és akkor elveszi tőle a kábítószert, és mondta, hogy csak azt hiányzott, hogy ezt megtalálják le nálad. Ha megtalálták volna, akkor rácsóznak, nem tudom, 40 igen. évet. Na igen, tehát, hogy itt van egy jó indulatúság, van egy kiskapu, egy csibészség, de is a kiskaput, itt a csibészség jó értelemben. Az a magyarhoz és szerintem nagyon jön. A sörvésli is, az egy szerintem nem annyira jó része a mi kultúránknak, de az is bennünk van. És még egy dolgot hagy emeljek ki, a népmese, milyen a magyar népmese? Oda jön a kisember, vagy a kisembernek öltözött nagy ember, mondjuk Mátyás király, vagy Ludas Matyi, vagy Mátyás király. Igen, oda megy a Bunfordi Döbrögihez, aki hatalmaskodik, és nagyon csúnyán pórul jár az utóbbi, de nem fizikai erőszakkal, hanem valamilyen vicces, cseles módon. Igen, igazság, igen, pontosan. Igen. És közben valahol megmarad a világrendje, Mátyás király marad, de azért mindig a kicsit a kis embernek is igazságot szolgáltatnak, tekintettel vannak rá, és szerintem ez nagyon benne van a magyar néplélekben, és a Bud Spencer filmekben is. Ami nekem érdekesebb, és valószínűleg az olaszban is, tehát most nagyon sok minden, amit elmondtunk, az benne van az olasz néplélekben is, ami érdekes szerintem, hogy a harmadik ország, ahol a legsikeresebbek lettek, bár Európa szerte arattak sikert, az Németország. Vajon Németországban miért? Hát én azt tudom, hogy amikor fölmegy az ember az internet és rákeres Bud Spencer nevére, akkor zömében ilyen német videókat fog találni, meg német kommentárokat fog látni, akik ajnározzák a mestert, hogy milyen nagyszerű a sok német kommentár, hogy Németországban, Ausztriában is... De itt, német nyelvterületen. Igen, német nyelvterületen ilyen óriási sikernek körben. Amikor kim voltam Ausztriában, akkor ott is azt láttam a tévében, tehát meg én csak úgy bekapcsoltam, és pont az ment. Tehát ezt meg tudom erősíteni. És hogy ez miért van? Hát az a baj, hogy én nem ismerem eléggé a német népelket. Egy közös pont az a sörbésli, azt szerintem már van, azt a németek az Oktoberfestjükkel eléggé... Igen, ez a bajor mulatság, ez biztos. Igen, de hagyom vagyok azt, hogy a némethez, hogy miért áll közel, én ennél többet én sem tudok erről mondani. Lehet, hogy regionális, ugye voltak ilyen regionális, például táncdal sztárocskák, ez az olasz, német, magyar, szlovén... Lehet, én azt gondolom, hogy például az Angliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban nem raktak nagy sikert. Tehát az Egyesült Államokban nem ismerik őket. Nem is ismerik, az Egyesült Királyságban sem. A Rotten Tomatoes oldalon, ahol számon tartanak minden filmet, és kritikákat illetik, ott nincsen kritika a Bud Spencer filmből, nem találsz lényegében kritikát egyik filmjéről sem. Igen, miközben Európában megkerülhetetlen, mert Spanyolországtól, Finnországon keresztül, Szlovákián át, Európában azért mindenki ismeri a nevüket. Igen, de én azt gondolom, hogy a németeknél és a magyaroknál ugye a legnépszerűbb szerintem népszerűbb, mint az olaszoknál egyébként. Egy olasz ezt én is kimerem jelenteni. Valószínűleg igen, bár azt mondta, hogy annyira náluk nem népszerű, mint itt Magyarországon, itt élő olasz mondta ezt. De ismerik, tehát mondjuk, ha végigmész egy olasz városban, ki lesz az ő képe sok más, itt én Fellini, meg Al Pacino, meg nem tudom ki mellett, meg ha kinyitsz mondjuk egy olasz film történeti lexikont, amihez hozzá lehet férni, Magyarországról is ilyen írásokhoz benne vannak. Mondjuk hány olyan ország van még, bocsánat, ahol Bud Spencernek szobra van például. Hát nem túl sok. De igen, nem sok olyan országban, ahol Kalambónak is szobra van. Hát az a nagyon hasonló eset, hogy igen. Az is, hogy miért fogta meg a magyar népeket annyira jól. Egyébként hasonló dolgok miatt, sőt abban szerintem már a Kádár rendszernek ez a kicsit igénytelen megjelenésű, de alapvetően jóra való alakja is benne van, vagy hát nyilván ez egy idealizált kép, mert nem így volt, de szóval, hogy Olaszországban is azért, tehát mondjuk amikor meghalt, emlékszem, hogy másnap az olaszok ahelyett, hogy azt ünnepeltek volna, hogy tovább jutottak az EB-n, amikor megverték a spanyolokat, a teljes válogatott Buffon, Chiellini, Bonucci, mindenki arról írt, hogy hát a gyerekkorának a hőse távozott. Szóval azért népszerűek, és az is biztos, hogy a 70-es évek elején itt akkor a Kalambóval is valamelyes, majd később párhuzamba hozhatjuk, de első körben, ami szerintem nagyon tanulságos, volt egy sorozat, ami Európában hatalmas sikert adatott, viszont Angliában és Amerikában nem.
ez a, és Magyarországon nagyon nagyot ment, főleg a szinkron miatt, ez a Minden lében két kanál, mm-hmm. és ott egyértelműen az volt az oka, hogy az angol száz nyelvterületen akkor már sokkal keményebb és véresebb dolog, tehát mondjuk Piszkos Harryre gondolunk, és nem annyira ez a szarkasztikus, poénkodós, az erőszakot kicsit elmismásoló produkciók mentek. Hát ez pont jellemző a Baston Szent-Elenszi filmekről, hogy az erőszakot elmismásoló. Ezért is nem lett annyira, valószínűleg ezért sem lett annyira sikeres. Tehát az USA-ban nem is lehetett annyira sikeres, igen. de még mindig a magyar néplélekhez visszatérve, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon távol áll, és főleg attól a néplélektől, ami a Kádár rendszernek volt a ne továbbja és a rendszere. Igen, de a Mixethoz például nagyon közel. Ahhoz lehet, de ez vagy egy Arany Jánosi. Tipikus a Kádár rendszerben lett iszonyú népszerű a Baston Szent-Elenszi filmek, ugye 74, hát, 75, mikor lettek volna, és ez nagyon sokáig ki is tartott nálunk. Tehát nálunk ugye a 80-as évek végén is nagyon mentek még, akkor pedig már, azért legyünk őszinték, a 85-ös szuperhekusokkal tulajdonképpen elkezdődik a leszállóág. Igen, a szuperhekusokkal leszállóág. Ami már nem túl erős. És nem azért, amit elsőre rávágna az ember, hogy ó, mert abban nem volt burlesk verekedés. Nem azért volt gyengébb, hanem azért, mert egy csomó minden más ilyen fontos dolog kimaradt. Ugye előtte a bűnvadászok... Nem volt annyira profi sem. De előtte ott volt a bűnvadászok, meg a nyomás utána, mind a kettő arról szól, hogy ők kvázi bűnözők, de rendőrökké válnak menet közben. Ott meg hát egyből... A bűnvadászok folytatása az a film. A szuperhősök kvázi igen, de ott szerintem már erősen izzadságszagú a csomó minden. Meg én csak azt akarom mondani, hogy a szuperhekusokban az, hogy ők már az elejétől rendőrök, és nincsen igazából karakterfejlődésük, hogy miből mivé válnak. Uh-huh. Ezt egy másik podcastben így foglalta össze valaki, hogy ez egy érdektelen krimi, amiben történetesen Bud Spencer és Terence Hill szerepel. Egyébként akkor a kritika is, amikor... Krimi thriller. A kritika is ugyanezt írta egyébként a 80-as évek végén, amikor a szuperhekusokkal tulajdonképpen azt olvastam egyszer egy újságban, már nem tudom melyikbe, hogy ez a páros, ez tényleg egy ilyen Stan és Pan, meg nem tudom mi volt, hát és tulajdonképpen most arra elfáradtak. Írta ezt valamikor a 80-as évek végén valaki, és ezt pont a szuperhekusok kapcsán jegyeztem meg. Az jó párhuzam olyan, ugye beszéltünk az ő karakterükről, hogy a Terence Hill az, aki játsza a dilinyós tapsi-hapsit, néha kiderül róla, hogy ő a hatalmas zseni és az ész. Igen. A Bud Spencer meg az a kicsit Obelixhez hasonlítható. Igen, azt nem tudom, de az a születetten okos, tehát hogy neki nem kell meginnia egy főzet, vagy erős. Tehát nem kell meginnia hozzá egy főzetet, hogy erős legyen, hanem benne valahogy ilyen mágikusan benne van ez az erő. De igen, a páros dinamikájához nagyon hozzá tartozik ez a Stan és Pan, akitől ugye a pisztáciás jelenetet például átemelték. Azt onnan vették? Ezt igen, ez konkrétan egy... Hát gondolhattam volna, hát honnan vették volna. Igen. A burlesque az ilyen, az egy jó dolog, mert ilyen szabadon újra használható sokszor. Mit tudom én, a Tom és Jerry is, meg Tapsi-apsi is volt, hogy elsütik ugyanazt a poént egy kicsit máshogy, és mégis működik. Tehát. Igen, csak vizuálisan nagyon, egyrészt nagyon jó casting kell hozzá, másrészt kreatív beállítások, kamerabeállítások kellenek hozzá. Tehát nem olyan egyszerű szerintem burlesket csinálni. Amerikában nem is annyira próbálkoznak már jó ideje. Szerintem aki Mr. Bean volt az utolsó. De az nem Amerika. Hát jó, de ott is sikeres lett. De amire én egy példát tudok mondani, aki szerintem nagyon jól csinálta a burlesket a filmjében, a Jerry Lewis. Szerintem ő csinált nagyon jót a Dilidoki meg egyéb ilyen filmje, amiben ilyen vizuális gegek is voltak ilyen, amik olyanok, mintha egy rajzfilmet néznél, egy kicsit olyan volt az is. Hát itt ugye a Baston Szent-Elenszinek is ugye hasonló a verekedések után, eleve, bocsánat, akiket megvernek, minden esetben nagyon kemény kinézetű valakik, aztán kiderül, hogy nem annyira kemények. Hát a Bud Spencerhez képest mindegyik vékonyabb, és mindegyiket könnyen lecsapja. Mindig jön egy nagy darab, és még azt is megveri. Azt is lecsapja, és mindig nagyon menőn néznek ki. Ez az egyik. És miután el vannak verve, ezek után ugye mindig úgy távoznak, hogy fogják valamelyik állkapcsukat, fejüket, visszajövünk még, menjünk innét, de egyébként semmi bajuk. Úgyhogy előtte ugye rengeteg törés, zúzás érte őket. És ez szerintem, ami továbbra is azt kell, hogy nagyon megnyugtató a gyermeki szem számára. Nincs nagy baj. Az első ránézésre, amikor egy ilyen filmet néz az ember mondjuk először 10 évesen, nincs nagy baj a világban. Tehát még a gonoszok, ugyan visszajönnek, majd bunyózunk velük jövő héten is, de most
alapvetően elmentek, átgondolják, ők is csak emberek, ne felejtsük el. Igen. Lehet, hogy az előbb még olyan kemény volt, ugye van egy rész, amit a Bob falatozójában, hogy a Bobnak odaszól az egyik fickó, hogy psz, légy szíves, legyél csöndben, vagy talán a Bassmansernek szól oda, és belenyomja a fejét a Bobnak a tortájába, az nagyon keménynek néz ki, de rögtön kap két akkorát, hogy már is ennyi volt a nagy keménysége, és ez szerintem továbbra is ez az igazi erőssége a filmnek, hogy a gonosz, vagy a rossz, ne azt mondjuk a gonosz szót, mert az szerintem nagyon erős. Az antagonista. Igen, alapvetően is szerethető. És ez a világ, ez így ideális. Tehát kellenek problémák, mint a gyerekek világában, hogy ma megmérkőzöm veled sakba, gomfociba, vagy nem, alapvetően, és abban a pillanatban egyébként nagyon nem szeretjük egymást, mert a legfontosabb ugye a játék a gyerekeknek. De viszont, amikor véget ér, lehet, hogy te szomorúan mész haza, mert kikaptál, de két perc múlva már újra a világ rendben van. És ez a lányoknak is működik? Tehát ugye nem szerintem a kislányod is. Igen, a lányom is szereti, de általában, a feleségem például egyáltalán nem, őt kifejezetten idegesítik ezek a filmek, hogy... Paulus Kristófot is, akit ezúton üdvözlünk. Ezúton üdvözlünk. Alapvetően mit is mond rá, hogy nagyon idegesít, ez a humor, ez... Hú, én nagyon... A Lülőfinesz filmeket szereti esetleg? Nem, az a másik, akit nem szeret. Na, attól én is. És pont ezért kapok agybajt, mert abból viszont hiányzik ez a... az érces, cínikus oldal. Abból teljesen hiányzik, de az egy más... Ott a Fantomaszokról majd egyszer beszélhetünk, mert azt szerintem zseniális, de nektek... Nem csak a Fantomasz szerintem. Igen, szerintem te a csendőr. Az én véleményem az, hogy a csendőrös, meg az egész életműve a Lülőfinesznek, hogy nagyon sok klasszikust adott ő is, ami mérhető a Spencerékhez. Abszolút, én nagyon szeretem Lülőfinét, de csak egyébként előbb volt, mert ő a 60-as években volt a igazán nagy sikere, 60-as hát éveket. Az egy tipikus francia dilinyós humor. Dilinyós humor, igen. Az olasz szintén dilinyós humor, mert egyébként azért legyünk őszinték, az olaszok sem normálisak, de itt még mindig visszatérve, erre nem szállok le, hogy a néplélek, hát az olasz néplélek és a magyar között óriási a különbség. Tehát ez egy nagyon... Szerintem pont, hogy nem. Hát szerintem meg óriási. Szerintem semmi közünk egymáshoz az olaszokkal. Egyszerűen a futballban megnézed, ahogy kiállnak meg az olaszok, ahogy csinálják a dolgokat. De nem arra, ugye az olasz futballkultúrát a magyarok teremtették, meg a magyar játékot adaptálták helyi közelben. De várj, ne futballban menjünk, de hát itt a néplélekről beszélek. Az olasz, Magda leírja, hogy igen. Nincs olyan nagy különbség. Szerintem annyi a különbség, a fő különbség az, hogy az olaszoknak, amikor nagyon nem ment jól, mondjuk a 19. század egy részében, akkor ők voltak egy pessimista hangulatban, mi pedig egy optimista, könnyedebb hangulatban, és aztán ez nagyot fordult, hogy az olaszok valahogy jól jöttek ki a vérzivataros 20. századból, mi pedig nagyon rosszul. Tehát azért a magyar néplélekre nagyon nagy hatást gyakorolt a 20. század, de azért nem csak ezzel azonosítanám. Én sem, de azért én azt gondolom, szerintem pont, hogy van hasonlóság, csak az egyik az pessimista irányba fordult most, a másik meg optimista igen, irányba. De hát ez egy elég nagy probléma. Tehát a pessimista igen, irányba rész, fordulás igen, de részleteiben szerintem nagyon sok a hasonlóság. Én ebben továbbra is vitatkoznék, szerintem pont ez, ami nagyon-nagyon tetszik a magyarnak, hogy hú, de jó lenne ilyennek lenni, ilyen vagánynak. És milyen jó lenne ilyen filmeket csinálni, és Bújtól is fel meg is próbálta. De ez igen, már ez rögtön 80-ban jelződik ugye a Fogány Madonnával, hogy ez nagyon megy nálunk, mert csinálnak egy ehhez teljesen hasonló filmet, ugye Fogány Madonna, amiben még a tekerletarolós poént is átveszi a Bújtól. Tehát még azt is átveszi. Hát nagyon sok mindent átvesz. Szerintem ezek a maguk nemében élvezhető filmek, nem rossz kísérletek, de azért azt a mitikus szintet egyértelműen nem értékel. Nem értékel. A Pogány Madonnának én egy dolgot nagyon szeretek, a Mr. P. Smith. Szerencsétlen, hogy hívják, Mr. P. Smith. A Benedek Miklós. Igen. Szóval a Benedek Miklós az mindig megkapja a főgonosz szerepét, Macskafogóba is, meg itt is. Miközben ő belül néznéd ki a legkevésbé az összes magyar színész közül, talán, hogy ő gonosz lenne. Tehát mindig ő a mesékben a gonosz. És nálunk is hol játszódik ugye a Pogány Madonna a Balatonnál? Hát igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a balatoni környéki rendőrség. Mondjuk ez szerintem volt. Abszolút. De ez is,
az, hogy ugye ezek a filmek, a Bud Spencer Terence filmek minden esetben jó helyeken játszódnak, de főleg amikor ketten vannak, ugye meleg, nyári időszak, ugye Miami, mediterrán, tehát mindig olyan, ahol kedve van az embernek élni, tehát nem havastáj, meg szürke, ezért mondtam az elején, hogy ilyen szép, hogy jó a fényképezés választás, hogy a medencék mellett vagyunk, ilyen delfineket is látunk. Igen, tehát az élet örömeit, és ezt megfűszerezve ugye még a kajával. Igen. De itt tényleg a nők történetet, az azért erősen, főleg a Charlie, vagyis a Bud Spencer, azért kiejti, ő neki nincsenek még olyan sem, mint a Terence-nek. Tehát ő neki semmi köze a nőkhöz. Azért egy-két esetben van. De nagyon minimális. De minimális. De főleg a, ugye a nyomás utánában őt környékezi meg az a nő, akinek beadnak valamit. Igen. Vagy ráfújnak valamit a Bud Spencerre. És Bud Spencer az ázsiai kung fu mesterekkel hadakozik, amíg Terence Hill a Cherry szopogatja, amit a felszolgáló. Mert ő azt is elmondja Terence Hill a nyomás utánában is, hogy nekem a saját vonzeném az. Tehát, hogy nekem erre nincs szükségem. Tehát, hogy alapvetően ez is, mint a gyermeki szem, erre nagyon vevő egy ideig. És nem véletlenül, hogy a legnépszerűbb a 10-12 éves körül. De nekünk mi is szeretjük, és a felnőttek is szeretik. Az egy dolog, mert a gyerekkort azt nem tudod megtagadni. Tehát egyszerűen a gyerekkorban valamit szeretett felnőttként Tom és Jerryt, meg Topsy-Apsit is szeretem. Vagy itt van nekem a Mézgaladár. Az is igen, az is ilyen. Támom egy toposz, egy abszolút követendő nagyon példa, jó példa, mert igen. A gyerekkoromban pont akkor ért, akkor vetítette a tévén, pont 10-11 éves voltam, és onnétől nincs visszaút, ugye mai napig idézek belőle, meg minden, na ugyanez a Bud Spencer Terence Hill is. Innétől már nem lehet ezt elvenni, és persze, hogy utána a gyermekeimmel újra nézem, és nem azt érzem, hogy jaj, én már nagyon öreg vagyok, hanem újra fiatal vagyok, és a világhoz való hozzáállás is olyannak kéne, hogy legyen nekem is, mint a gyerekeknek, hogy ja, ezt megoldom, ezt a problémát. Ja, ezek a rossz fiúk, tehát ezeket elintézem. Ja, a gyerek fejében így működik. A gyerek fejében így működik, és erre a Woody Allen mondaná, hogyha minden ilyen flottul menne az életben, de Woody Allen pont nem így működik, hogy olyanra ne is beszéljük. Tehát ő teljesen másképpen működik. Viszont beszéljük arról, ha már bejött, hogy Magyarországon készültek hasonló filmek. A szinkron. Egyrészt, ami szerintem teli találat. Hoppá, most eszembe jutott valami. Az, hogy német nyelvterületen sikeresek lettek, lehet, hogy abban is szerepe volt ennek, hogy a német nyelvi szinkron legendásan magas színvonalú. Én nem nagyon néztem németül, úgyhogy erről nem tudok itt. Nem a Bud Spencer filmek német szinkronja, hanem általában német szinkron. Igen. Az mindig... Hát konkrétan a németektől vettük ezt át, hogy mindent leszinkronizálunk, ugye azt is. Hát meg, hogy árnyaltan kell az eredeti karakterhez igazítani, de közben úgy, hogy az a saját nyelvezetünkbe illeszkedjen, meg a saját hétköznapi hanglejtésünkhöz illeszkedjen. Tehát az a most a klasszikus magyar szinkronról beszélek nyilván. Igen, igen. Beszéljünk egy kicsit a szinkronról, és egy másik nagyon fontos tényezőről, a zenéről. Szerintem a filmeknek a kulcsfontosságú volt a zene, ez egyértelmű. Tehát mindegyik filmnek van egy fő témája, mindig amikor az elején felolvassák, van az intro, akkor mindig elhangzik a zene, azzal felolvassák, hogy ki írt, aki rendezte, ki szerezte a zenét, a főcím, igen. Tehát mindig van a főcím zene, amit megismételnek legalább 4-szer a film közben, és egyébként is az összekötő zenék is zenések. Ugye a rendező páros, aki a legtöbb zenét csinálta, Guido és Maurizio De Angelis, ők ugye testvérek a való életben. És az egyikük a Lazio meccseit közvetítette nagyon sokáig, azt hiszem, hogy most már nem. Igen, de hogy például amikor azt a sláger gyanús csodát alkották meg, hogy Brotherly Love, azt szerintem magukra is értették. Ugye a Brotherly Love a És megint bejövünknek a zenéje. Sőt, a Kinjamin is kiszerezte a zenét, bocsánat. Annak is ők szerezték. Igen, ott már vannak erősen szintetizátoros és ilyen diszkós beütések. Hát mindig alkalmazkodtak az artikulális. Mondjuk a szuperhekusok esetében, amennyire gyenge maga a film, ott a zene az zseniális. Hát az, ha valami ott nem ők szerezték, ott mások. Az a Labionta. A szinkronról annyit, hogy igen, a szinkron mint olyan sok helyen nem értelmezhető a világban. Magyarország az egyik, ahol értelmezhető. Ugye az angolok nem szinkronizálnak meg az amerikaiak, tehát ezt ugye nem volt olyan nagy dolog ezt most elmondani. A lényeg az, hogy nálunk tényleg nagyon komolyan vették ezt a szinkron dolgot, és ugye az újréti
és a Bújtor ezt tényleg nagyon magas szintre vitte. Tudom, hogy vannak olyan filmek, például a Super Zsaru, ahol a Szerzsény Gyula a hangja a Terence Hillnek. Egyébként a Super Zsarról nem beszéltünk, az is egy zseniális film, és ott egyébként igen, az Ernest to Bar 9. Hát igen, az ember az zseniális. Igen. Igen, az zseniális. Az is egy zseniális film, de ott ugye egyedül van a Terence Hill, és az totál amerikai helyen játszódik, játszanak benne amerikai színészek, mégsem lett sikeres. Terence Hill West Endben nagyon hamar meghal. Aztán meg, vagy kiszáll, hogy hívta, nagyon balhés német színész. Klaus Kinski is játszik az egyébben. Igen. Tehát itt azért megfordult mellett. Harry Fonda. Megfordult mellett, meg de nem lettek sikeresek. Bocsi, megvan nektek a Bud Spencernek a Charleston című filmje, mert szerintem az zseniális, és nagyon-nagyon-nagyon rólul értékelt. Na, azt mindenképpen nézzétek meg ti is valamikor, mert abban a Bud Spencer olyan zsenit játszik, mint amilyen a Terence Hill a saját filmjében sose volt. Tehát úgy átver mindenkit, ő az átverő mester benne a Charlestonba. És abban van az, hogy akivel együtt játszik, aki a főgonoszt, az egy Oscarra jelölt színész konkrétan. Más film, más szerepéért a főgonosztot Oscarra is jelölt. És most nem jut eszembe a neve. Egyébként akik a olasz színészek, akik játszottak mellettük, például aki a Caputót játszotta, ő Olaszországban például híres volt. Sőt, most már meg nem mondom, hogy melyik Oscar-díjas olasz filmben játszott fontos szerepet, de... Hát ne felejtjük el, még én a Bizolóakkal vagyok, és ugye a Aranyos a Jukkában Joe Bugner, magyar boxoló. Bugner József, igen. Aki egyébként nagyon jól kijött velük, és tényleg jól is játszott. Hát négy filmjükben is együtt voltak. Tehát. Én is tudtam, én csak kettőt tudtam most helyből, az én Bizolóakkal vagyok, és ugye az Aranyos a Jukkában. Akit Bulldozernek hívtak, abba is ott. Ja, abba is, bocsánat, igen. Meg a Sheriff és a Sheriff az égből. Sheriff az égből, igen. És minden így miről szól, arról, hogy nagyon erős, de a Bud Spencer még erősebb. Igen, de ez megint azt jelzi, hogy a Bud Spencer az nem csak egy mamlasz, egy verőgép, tehát ő nem, ami nagyon sok filmben van, hanem több ennél. Ő egy mítikus figura. Egy igazi mítikus figura, az biztos. Tulajdonképpen ahhoz jussunk el, és akkor próbáljunk meg zárni ebben a Bud Spencer Terence Hill témában, hogy amellett, hogy megbeszéltük, hogy kire milyen hatást gyakorolt, mit érez az ügyben, hogy a világra is milyen hatást gyakoroltak, hol voltak sikeresek, hol nem voltak sikeresek ugye ezek a filmek, először is azt gyorsan tegyük helyre, hogy ma mit jelentenek ezek a filmek, és ahogy már beszéltük, akkor talán az elindulás a lejtőn az 1985 szuperhekusokkal kezdődik, igen. És sajnos onnétól kezdve már nem is voltak olyan erős munkák. Van egy-kettő jobb filmjük, de mármint nyilván nem együtt, külön-külön készültek még egy-két, de igen, egyre gyengébb. Egyre 90-es évek az már... Ott a Bud Spencer játszott együtt a Philip Michael Thomas-szal, aki a Miami Vice-nak volt az egyik sztárja, egy ilyen, hát nagyon erősen a családias televíziós sorozat, igen. Ami krimi rendőrös, de hát olyan aranyos volt, hogy az már nem is lehetett. Nem is emlékszem a címére, pedig láttam. Hát Miami rendőrség, valami, nem tudom, de ezek már tényleg a televíziós kultúra, hát alsó régióiba kerültek be, tehát mondjuk már moziról nem beszélhetünk. Mondjuk egyébként futott még egy nagy karriert, ugye Don Matteo-ként. Azt én nem láttam be valahol. A film az klasszikus, a sorozat az Olaszországban egyébként egy jó értelemben vett tévésorozat. Tehát ez a mai mércével azt mondom, hogy nem a Netflix fiatalos stílusa, de az egy minőségi. Sőt, a Bud Spencer még élete végén volt neki is egy olasz sorozata, Nincs kettő séf nélkül. Nincs kettő séf nélkül, igen. Az se volt rossz. Tehát, hogy még volt azért egy-kettő minőségi, de maga az, ahol a mítikus Bud Spencer és a mítikus... Az esszencia nem volt meg. Az nagyon, az a Nincs kettő négy nélkül és a Nyomás utánát követően nagyon kevés filmben jelent meg. Tehát akkor tulajdonképpen, ha próbálunk itt egy ilyen kicsit enciklopédiás lenni... 70-es évek, 80-as évek első fele. Tehát 84-jel bezárólag, a Nincs kettő négyekülővel eljutottunk ugye a csúcsra, az és a kezdődött csúcs. Az ördög és jobb és bal keze 70, ugye, ha jól tudom? 69-70. Na, ez szerintem
71-2 inkább, nem? Tehát a lényeg, hogy egy 15 éves periódusról beszélünk, igen. És ő ezzel a 15 éves periódussal, és egyébként együtt játszott, azt hiszem, hát jó sok filmük van együtt, most pontosan én nem készültem. Igen, plusz egyénileg is vannak ügyeik ebben az időszakban. Rengeteg filmük van, és így szerintem a kedves hallgatóknak így össze is foglalhatnánk, hogy mi melyikeket ajánljuk el, jobban kinek mi a kedvence. Én, nekem például, nekem a abszolút kedvenceim a És még indíbe jövünk, a Nyomás utána, és a Mindent bele fiúk. És miért pont ezek? Ezekben érzem a kalandot, és a aranyköpéseket, meg a párosnak a működését a legjobbnak. Tehát a Nyomás utána az talán az abszolút kedvencem pont azért, mert ez egy James Bond karikatúra. Tehát ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom én, az ember, aki túl keveset, tudod, igen, az is egy James Bond karikatúra. Egyébként ez hasonló ilyen szempontból. Például. Vagy Verdák 2, ha már nagyon elmegyünk ilyen titkos ügynök van arra. Tehát a Nyomás után az ezért, a Mindent bele fiúk az azért tetszik, mert nagyon tetszik ez az amazonasi, brazil, argentin, Kolumbiában vették fel egyébként. Tehát ez a kolumbiai helyválasztás, az esőerdőben az nagyon tehát talán... Tehát egy ilyen latin-amerikai... Igen, és, igen. A spanyol is beszélnek egy csomószor benne egyébként, és én ugye tanulok spanyolul, tehát az is tetszik, hogy megvan a exotikus világ. Ja. Igen, és mit mondtam még a... És megint bejövünk, hát az meg az a legidézhetőbb filmjük szerintem az összes közül. Tehát a pisztácia kifogyott, az valakinek az a csengő hangja konkrétan, hogy a pisztácia kifogyott csokoládé nem is volt. És egyébként a... Engem már egy picit idegesít is, tehát már annyira túljátszott, mint Vivaldi tavasz. Hát akkor mondok mást, mi ez, hagymás bab? Nem, krumplis hal. A hagymás bab. A legjobb. Egyébként esznek nem csak sört, virslit, hagymás babot, vagy babot, hanem paprikás krumplit is esznek. Azt is lehet látni a film, tehát azért... De kifelejtjük az És megint időben jövünk a papi figurát is, aki szintén zseniális, aki ugye azt mondja a nővérkének, hogy ugye, mint tudjuk, vak. És hogy azért legyen tévé. Csak a kutyaugatást szeretném hallgatni, ugye. Az zseniális. Igen. Te zseniális. Én a jómagam is kiemelnék egy-két filmet természetesen. Még egy utolsó mondat, és hogy szerintem a rendezők közül, aki a legtehetségesebbek voltak, a Sergio Corbucci és a Steno, meg az E.B. Clutcher. Tehát ez egyértelmű. Ők voltak a legjobban. A filmektől függetlenül. Az olasz filmtörténetben is ők futották be messze a legnagyobb sőt, hát ők első osztályúak voltak. És leereszkedtek erre a kicsit gagyi, kicsit családias szintre mégis. De épp ez a lényeg, hogy nem gagyi, tehát... Hát de... Nem, ezt már átbeszéltük, hogy nem gagyi sárga. De valaki mondhatja rá, tehát te azt mondod, hogy Louis de Finesse, hogy gagyi. Szerintem meg nem. Nem, én nem azt mondtam, hogy gagyi, én azt mondtam, hogy dilinyós, ami engem idegesít. Hát... Na mindegy, Jani. Tehát Nyomás utána, ebben megegyezhetünk, tehát ebben nincsen probléma, azt hiszem, hogy ott szerintem a realitások talaja az már eltűnik a lábuk alól rendesen, és ott minden szabad effektus alapján tényleg végül a hajón. Szóval neked ezért ez a kedvencem. Hát nekem az egyik ezért a kedvencem. A másik nagy kedvencem egyébként, ahol nem beszéltünk sokat, ugye beszéltünk, a Kincs, ami nincs, ugye, ott is szerintem nagyon, ott a helyszínválasztás zseniális, az egy paradicsomi állapot. A paradicsomba megérkezünk, ugye, megérkeznek ketten egy hosszabb úszással. Úgy is ér véget a film, hogy nem árulják el, hogy hol van a Nem szíves. Véletlen, mert ugye, ahogy már mondtam az elején, hogy ők tulajdonképpen egy ilyen ideális világ szülöttei, és ezen belül mozognak ők. A kincs, de ugye kincs, ott is ott van, ugye, a család szétszakadása, mint probléma, ott van, hogy a japán katona, aki a világháborúból maradt. Seiko hadnagy, igen. És most már az óránk is, meg minden japán. Tehát tele van olyan apróságokkal, amik a gyerek nem veszi észre, viszont amint egy picit nagyobb vagy, már rögtön ordítanak ezek a dolgok. Pontosan, tehát itt a gyerekeknek megmarad ez az ideális környezet viszont, ahol játszódik, ami gyönyörű, és minden szintén helyére kerül, és jönnek a gonoszok, azok is ugye együtt jönnek mindig egy csapatba, sosem szétverődve, hanem együtt jönnek, és együtt esnek bele a csapdákba, majd együtt jönnek onnét ki, és fogják a fejüket, és jaj, és ahogy elbánnak velük, és illetve természetesen az
és megint időben jövünk. Hát az szintén megúhatatlan. Ott is annyi, ott akkor szövegileg... Akkor a Sergio Corbucci párti vagy. Igen, ott annyira sok a szöveg, jó beszólás, ott, hogy az már, ott nem is a történések, hanem maga az a sok rengeteg hülyeség, ami jó szöveg, ami ott megjelenik. És ott egyébként ne felejtsük el, a Bud Spencer is zseniális sokszor, hiszen tudjátok, beáll például játszani azt a fallabda szerűt. Ahol... Az kvast, igen. Kvast, igen, jó. És simán nyert ott is, természetesen. Hát várjál, ugye tudjuk róla, hogy ő régen sportolt, tehát ő üzte ezt a sportot, csak már mióta nem. Jó, igen, meg zseniális a kártyában is egyébként. Igen, meg egyébként oda a fogadhajtónak beáll a Terence Hill, és abban is zseniális. És az autóvezetésben igen. is, amikor Roncs Derbyn vesznek részt, ott a Passmanszer is zseniális, és a Terence-szer is zseniális. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy az egész világot megkopaszthatnák, de nem teszik. Nem teszik, mert most éppen nagyon rendesek, de ez a két ember, igaz, hogy aláírom, hogy Terence Hill zseniálisabb, tehát, hogy ő mindenben jobb, és ők még a nők is nagyon szeretik. Ugye tehát akkor egyetértesz azzal, amit az elején mondtam, hogy a kettőjük közül a Terence Hill a szimpatikusabb azért. Erre nem tudok egyértelmű választ adni. De szerintem azonosulhatóbb a Terence Hill. A normálisabb testalkata meg a ravassága miatt. Én nagyon szeretem Terence Hill, de Bud Spencer számomra ugye itt a színészek a karaktereken túlmutat az ő színészi, meg az egész personájuk, meg amit tudunk róluk, hogy az életben kik voltak ők, és így összességében minden Mario Girotti szeretetem ellenére, aki egyébként Róma szurkoló, és ez is a jó ízlését jelzi, a Bud Spencer számomra több. Tehát ha mondjuk hozzáveszünk, hogy ő olimpiai érmes úszó vízilabdázó, hogy ő vegyész, jogász, saját... valamilyen divatipari márkája volt, politikusként bejutott az olasz parlamentbe, vitorlázott, repülőgépet vezetett, csomó hangszerrel játszott, tehát fúvós hangszerek, hegedű, nem tudom mi, gitár, tehát hogy ezt a, és még beszél több nyelven is, jó, angolul csak konyha nyelven, de akkor is, németül, olasz, tehát és ez egy számomra egy olyan, na ez egy gyermek ilyen ideális életút, és még a családi élete is, amennyire tudom, rendben volt, hogy számomra így mindennel együtt azonosulhatóbbnak tűnik. Mondjam a kedvenceimet, Jani? Jó, hát a kérdésedre válaszolva, mi a jelentősége? A jelentőségüket az elején megmondtuk. Archetipikus, spirituális, túlmutat a jelentőségén, örökérvényű. De mik a kedvenc filmjei? A kedvenc filmjei. Igen, hát szerintem ezt szíves. Engem már néha egy picit, ahol több a burlesque, meg az Anulu, meg az már egy picit zavar, és épp ezért számomra egyrészt a Steno, tehát a Piedone. A Piedone, igen. Az mindenképpen. Mind a négy? Hát az első leginkább. És nekem leginkább a második, igen. Igen. Egyébként ajánlom, nagyon kevesen ismerik pedig az olasz filmtörténetben, egy nagyon emlékezetes alkotás. Egyáltalán nem vígjáték, Sötét Torino. Mindenkinek ajánlom, gyönyörű. És ott nagyon más a Bud Spencer, de nagyon el van találva. Viszont aki a legkiemelkedőbb, és szerintem egyértelműen a legfelnőttesebb filmeket, és akitől szerintem a legtöbbet merített a Tarantino, az egyértelműen az E.B. Crusher. Ez ő film, Ördög jobb és bal keze, 1-2, Bűnvadászok, Nyomás utána, Nincs 2-4 nélkül. Szerintem ezek kiemelkednek. Hát akkor tulajdonképpen, hogy nem én nyitottam meg, de én fogom lezárni. Egyszerűen zárd le, mert berekedtél a sok beszédtől. Megbeszéltük ezt a két embernek az ügyeit, dolgait, és akkor arra jutottunk, hogy ezek a filmek akkor erősek, és mai napig élnek, és nem gagyik. Ugye, nem. Zárjuk le ezzel, hogy mindig jönnek ezek a jó gagyi, jó aranyos, akkor jó volt. Ugye hallottam ilyet is. De a vizuális humort mindig érteni fogod, mivel a mondandója túlmutat önmagán, mindig örökérvényű marad, lesznek benne olyan durvaságok, meg gyermekségek is, ami miatt éppen milyen világkorszak ma mindenkinek értelmezhető marad. Tehát, hogy egyszerűen nem látom, ja, és elemelt környezetben játszódik, mint mondtuk, tehát, hogy számomra minden arra utal, hogy ez a világ történelem, vagy legalábbis a nyugati civilizáció egyik legkiválóbb meséje. Ez a páros. Ezt én is így tudnám a legjobban összefoglalni. Esetleg láttátok a Különben időben jövünkből a remake-et?
Nem, de állítólag nagyon szar lett. De nem vagyok rá kíváncsi. Ugye, de ezt akartam mondani, én meg sem néztem, mert mondom, ami a maga módján kihozott valamiből a csúcsot, és tökéletes volt, azt nem kell remake-elni. És ez a lényeg, hogy ezek nem önmagában vígjátékok, hanem több. És ha nem a Bud Spencer, Terence Hill van, meg nem ezek a rendezők is, forgatókönyvírók, meg ezek a zeneszerzők, akkor tehát nem működik. Vagy a szinkron, vagy hogyha a szinkron kiveszed már, akkor hogyha például nem a bújtora hangja, az mindig elvesz egy kicsit belőle. Tulajdonképpen kimondtátok, és ezzel zárjuk, hogy ha az és megint dübe, vagy különben dübe jövünk mindig, és különben dübe jövünk a 74-es, az egy soványka kis sztori. Az alapvetően minek remékelni, csak azokkal volt értelme. Igen. Azzal igen. A szituációval, avval az időszakkal, igen. Avval a képi világgal, mivel ez a sztori nem egy túl bonyolult, túl mély, összetett ügy, ezért ennek remake-et csinálni szerintem óriási hiba volt. Színészeket betenni, hős, népmesei hősök, meg mítikus legendák helyére, ez öngyilkosság. Na jó, akkor ezt megbeszéltük, akkor köszönjük szépen, én búcsúzom. Ti pedig maradtok itt beszélgetni tovább, de minden esetre viszont látásra, kedves hallgatóink, mindenki búcsúzzon el. Mindenki elbúcsúzik, és írjátok hello kedvenceiteket. Sziasztok! Sziasztok! The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.